A telített és telítetlen zsírokat vagy zsírsavakat ölelő felhő ugyancsak az a témakör, mint a szabad gyökök és az antioxidánsok misztériuma. Ez alatt azt értem, hogy a legtöbben úgy beszélnek róluk, hogy valójában nem is tudják, miről beszélnek, csak dobálóznak a szavakkal és kifejezésekkel, pusztán azért, mert trendi a hangzásuk. A szabad gyökökről és az antioxidánsokról van már itt a csatornán egy-egy értelmező videóm, kifejezetten köznyelven, mindkettőt be is linkeltem a leírásba, most pedig a zsírsavakról fogok a lehető legegyszerűbben, legérthetőbben fogalmazni. Először is lássuk a telített zsírokat, vagy zsírsavakat. A telített zsírok molekuláris szinten hidrogénnel telített, magasabb olvadás ponttal rendelkező zsírok, így szobahőmérsékleten jellemzően szilárd halmazállapotúak, vagyis kenhetőek. A köztudatban főleg ezek élnek úgy, mint zsírok. Ilyenek például a sertészsír és a kókuszzsír. A tudomány állítása szerint a telített zsírok túlzásba vitt, vagy legalábbis a szükségesnél nagyobb mértékű fogyasztása megemeli a koleszterint szállító LDL lipoprotein mennyiségét, ezzel megnövelve az érrel meszesedés kockázatát. Főleg húskészítményekben és tejtermékekben található, de ettől függetlenül a telítetlen zsírok is ott vannak minden élelmiszerben, csak egyet kivéve a kókuszzsírban. A kókuszzsír az egyetlen olyan élelmiszer, ami csak és kizárólag telített zsírsavakat tartalmaz. A telített zsírokban lévő egyenes láncba rendeződött szénatomok nem alkotnak kettős kötéseket, ennek megfelelően a lehető legtöbb hidrogén atommal kapcsolódnak, és ebben van a lényeg itt a hidrogénban. Most pedig jöhet a telítetlen zsírok ismertetése. A telítetlen zsírok jóval kevésbé telítettek hidrogénnel, ki kell hangsúlyoznom hidrogénnel, így gyakorlatilag a többségük még hidegen is folyékony. Rendszerint ezeket nevezzük népi nyelvezettel olajoknak, és a tudomány szerint ezek képesek a koleszterin szállító lipoprotein mennyiségének mérlegét a HDL javára billenteni, ezzel nagy mértékben segítve a koleszterin többlet visszaszállítását a májba, mielőbbi újrahasznosítás céljából. Vagyis tisztítja az ereket. Főleg növényi olajokból és tengeri halakból juthatunk hozzá, de az állatok etetésétől függően jó eséllyel tartalmazza nagyobb mennyiségben például a mangalica, a lúd vagy a kacsahús is. Ezen belül még beszélhetünk egyszeresen vagy többszörösen telítetlen zsírokról is. Az egyszeresen telítetlen zsír szénatomjai csak egy kettős kötéssel bírnak, míg a többszörösen telítetlen zsír szénatomjai több kettős kötéssel, ezeknek arányában pedig jóval kevesebb hidrogént tartalmaznak, mint a telített zsírok. Az egyszeresen telítetlen zsírsav esetében leginkább kiemelendő az omega-9, ami viszonylag nagy arányban fordul elő olivában, dióban, mandulában, miben még repcében, szójában, kukoricában, mogyoróban és például avokádóban. A többszörösen telítetlen omega-3 vagy alfa-linolénsav főleg lenmagban, dióban, tengeri halakban fordul elő, eszenciális mi volt a véget, pedig szó szerint nélkülözhetetlen a szervezetünk számára. Az eszenciális jelző ugyanis azt jelenti, hogy a szervezetünk képtelen előállítani, soha nem fogja termelni, ezért kimondottan csak táplálék formájában juthatunk hozzá. Még egyszer mondom, ez az omega 3 zsírsav. És csak úgy mellékesen megjegyzem, a tojás viszont eszenciális aminosavakkal látja el a szervezetünket. Arról is van néhány videóm, szerintem azokból is belinkelek legalább egyet, vagy talán kettőt is, na mindegy, mert meglátom. Végül pedig egy gondolat a legkárosabb zsírokról, a transzsírokról. Attól függetlenül, hogy telítetlen zsírokból állítják elő mesterségesen, és ez némi ellentmondás sugallhat, mármint az, hogy ugye telítetlen zsírokból állítják elő, akkor miért káros, mégis a legkárosabb már szinte méregnek minősülő élelmiszer. Azért, mert hidrogénezéssel állítják elő ezeket a zsírokat, mint mondottam, mesterségesen. Eredetileg egészségmegőrző program részeként indult ez az eljárás, hiszen telítetlen zsírokat változtattak ezzel az eljárással könnyebben felhasználhatóvá, csak éppen rosszul sült el a dolog, hát visszacsapott az ostor. A besűrített növényi olajok zsírként, margarinként forgalmazva, mint transzsírok messziről elkerülendők.
Köszönöm a figyelmet, és jó egészséget kívánok mindenkinek!